Az Omega valóban oda teszi magát 2012-ben. Az idén fél évszázados fennállását ünneplő zenekar gyakorlatilag a Rolling Stones-szal egy szinten említi a külföldi sajtó is. Nem hiába, hiszen a csapat az egyetlen magyar együttes, amely folyamatosan létezik 1962 óta. Most a régi csibészek egy utolsó nagy koncertkörútra indulnak. Persze egy korábbi sajtótájékoztatón bejelentették, hogy nem ez az utolsó koncertturnéjuk, de az biztos, hogy ilyen hosszút nem vállalnak többet. Ez az 50. év semmi esetben nem egy visszatekintő, egy összefoglaló, egy záró vagy egy búcsú esemény. Láttad ezt? Ki játszik majd? Valami nagyon öreg zenekar, mi? Az első állomás Eger, ahol jóval a koncert előtt már összegyűlik a csapat, hiszen a szimfonikusokkal kiegészült Omega még a helyszínen is jócskán próbál. Benkő Laci egyáltalán nem hitte volna, hogy 2012-ben színpadon lesznek. De jó Isten, hát te gondolj bele, hogy a múlt század, mondtam, 1990 környékén valaki azt mondja, hogy évezred forduló után 12 évvel, és akkor hol a vége? Szóval valami hihetetlen. Bár minden rendben, izgalom persze van, és van is miért. Nagy az izgalom, Ben? Igen, nagy az izgalom, mert ez körülbelül... Nem is tudom, pályafutásaink 5000 valahány századik koncertje. Ez egy annyira sok szereplős történet, és olyan sok a hiba pont, a hiba lehetőség, hogy hát őszintén szóval nagyon, nem tudom, nem emlékszem rá, mikor voltunk ennyire feszültek. Az Omega billentyűse szerint, aki nem izgul, az hazudik, sőt, ő már napok óta készül a koncertre. Napok óta izgulok. Napok óta. És annyira, ha fölmegyek a színpadra, az egy nagyon érdekes dolog, akkor az eddigi tapasztalatom, a mait most nem tudom elmondani, majd utólag, hogy megszűnik az izgalom. Mert fölmegy az adrenalin, ott vagy azért, amiért az élet kiválasztott erre a feladatra. Ennek az az egyetlen drukkja, hogy ez végül is, majdnem azt mondom, hogy a főpróbája ennek az egész sorozatnak, de én azt hiszem, hogy nem lesz semmi különösebb probléma. Közben persze a közönség már gyülekezett, és mindenkinek megvolt a saját története. Földán Jungos oldalán volt az első, 2005. március 5-én. Hát én 7 évvel ezelőtt is voltam ugyanitt, de Budapesten is voltunk, amikor a Scorpions-szal fölépett, ott is együtt voltunk, úgyhogy ilyen a kóbor még sokáig. Hát ezt, ha megmutathatom. Ez egy történelmi jelentőséggel bíró transzparens. Ez a Jancsó Miklós filmje óta tartom a kezembe, szóval 30 éve. Őket meg kell nézni mindig, mindenhol. Oh, yeah. Hanyadik koncert? Mondjuk körülbelül 10-en vagyunk. Nyilván a legfontosabb kérdés, hogy a repertoár mit tartalmaz majd a monstre hosszúságú koncerten. Milyen lesz ez a ma esti koncert? Itt mindenki kint nagyon izgul, és nagyon verek a gyöngyhajú lányt. Hát azt nem játszunk, úgyhogy azt hiába várják. Mikor megy az adásba? Már a buli után? Holnap után. Helyes. Na jó, akkor lesz gyöngyhajú lány. A koncert egy hosszabb szimfonikus blokkal indult, ahol a nagy slágerek még azért titokban maradtak. Itt még Kóbor János nem volt a színpadon, csak a zenekar többi tagja különféle felállásokban. Majd egy kisebb átvezetés után jöhetett a sláger parádé. És végül persze az öltöző folyosón tett ígéret is beteljesült. Gyöngyhajú lány dallamaira búcsúzott az idén 50 éves Omega Egertől, de még nagy utál előttük, hiszen számos koncerten ünnepel idén Kóbor János és csapata.